Esküvői kép az ágy fölött, a gyönyörű Amália és a becsületes arcú villamosvezető Gennaro. A fotográfia még jobb időkben készült, mikor még nem éhezték az olaszok Mussolinit, nem volt háború és főleg volt mit enni. Volt hús és kenyér, kávé és cigaretta, és volt boldogság is. Gennaro és családja úgy élt, ahogyan a többi tisztes szegény ember Nápolyban. Aztán minden elfogyott. A kenyér és a lelkesedés, a barátság és a szerelem, a hűség és a tisztesség. A századunkkal egyidős író és színész Eduardo da Filippo a háború után elsőként ragadt tollat, hogy a még rettenetesen közeli tegnap krónikáját megírja. Krónikát nem csak a nápolyiakról, hanem mindazokról, akik átélték a lélekcserélő időket, akiknek veszélyben volt a testük és a lelkük. De akik mégis kivárták, igaz sérülten és kifosztottan, míg vége lett az éjszakának. Ma már mindez történelem. A félmúlt múltá, majd régmúltá válik. De idegeink még sokáig őrzik azoknak a napoknak az emlékét. Jaj, borotválkozni tetszik, Gennaro úr! Nem, tyúkszemet vágok. Te másként látod? Bocsásom, már úgy látszik, összetévesztettem. Mondja, Gennaro úr! Meddig tarthat ez még? Jó, ha én miniszter lennék, egy-kettőre zöldágra vergő. Na de addig is, mondja már meg nekem, hogy miért nem lehet kapni semmit? Minden lehet kapni, van minden bőven. Lisz, vaj, rizs, ruha nem. Cipőre, mert mindig ugyanaz a nóta. Ezt hogy érti? Hát te még nagyon fiatal vagy, nem emlékezhetsz a másik háborúra. Az áru eltűnik, az árak emelkednek. Szerinted miért vannak háborúk? Miért? Hogy az áru eltűnhessen. Oh! És az ár maximálás a legnagyobb veszedelem az emberiség számára. Amikor te, kedves kormány, elrendeled az ár maximálást, akarva, akaratlanul is elrendeled, hogy a nagy kereskedő és a kis kereskedő is csaljon. Nos, az én tervem, az én törvényjavaslatom, ha szavam lenne a törvényjavaslatom. Üdvözletem, halljuk azt a törvényjavaslatot, Gennaro úr! Azt hiszem maga éppen kávét jönnék. Hát akkor így a meg, és a viszontlátás. Mi közünk hozzá? Két kamányodal a kávét. Halljuk. Hát nos az én törvényjavaslatom, hát az áruhiányról. Áruhiányról beszélgessünk. Igen. Áruhiány? Ármaximálás. Na, hát az ármaximálás az egy bonyolult valami. Aha, évek kellenek hozzá, amíg feltárjuk ennek az átkozott szónak a lényegét. Egyszerűen kellene szerintem megoldani. Erre is adok, hogy nincs adáról! De erről akar... De nekem ez nincs türelme. Inkább meg itt. Felség, itt van az ajtó. Neked csak hát így hallod. Na, folytasd a csinálat. Folytasd! Na, szóval az áruhiányról beszéltünk, nem de? Szóval az ármaximálás. Szóval, na én... hogy ne vezítsünk egy percet se. És hogy kire boruljon a tisztelt Peppe úr. Hát nem elő! Én a nagy háború katonája, én aki hűséggel és becsülettel szolgáltam a hazámat. Nem erről van szó! Az ármaximálás, hát az ármaximálás szerint, véleményem szerint, bizonyos illetők érdekében történik, világos. Ők ülnek a íróasztalnál, ők intézkednek a maguk hasznára, a mi kárunkra. Te úgysem tudsz mit kezdeni a pénzeddel, bíthat rám? Vagy én? Gondoskodom róla, de ez nem igaz. Haha, nem hozzám jó fő, hanem önmagukhoz, amikor a tudatlan, az életen, az ostomra éve elkaborják, és addig karolgatnak ezek a jó emberek, amíg egészen nem karolnak. Eleinte nagyon vigyáznak a láttakra, minden csak a te javadra történik. Szónoklatokkal, nyilatkozatokkal kezdik, határozatokkal, utasításokkal folytatják, aztán jön a fenyegetés, végül puskát fognak rá. Hogy már oda jutunk, hogy beszélni semmel az ember. Jó, és a háború? Ki akarta a háborút? A nép, mondják a fejesek.
megszerezte vagy? Tessék visszajönni egy kicsit később, minden pillanatban itt lehet az illető. Ha csak el nem fogták, vagy rá nem ígérkeztek, tettünk tudni, hogy hogy van ez. Persze, maga a vajat csak szíveségből szerzi. Tisztelt uram! Ha így beszél velem, én nem szerzek többé semmit, eddig is csak azért csináltam, mert tudom, hogy maga családos ember, még hogy nekem az egészből ennyi hasznom is van. Hát Isten engem úgysem... Ne lássam többé az uramat! Itt van a 2 kiló cukor, amit kért a kakaó és a spagetti. Az egész az annyi, mint... Na mindjárt megnézem a szettet, amire az illető felírta. Mindjárt itt is lesz a pénzért. Azt mondja, hogy a 2 kiló cukor, ugye a kakaó a múlt hétről is maradt meg a spagetti, az annyi, mint 3,5 ezer lira. Tudja, Dunna Mária, őszintén szóval most nincs rám pénz. A feleségem beteg volt, arra ráment egy kis vagyunk. És most itt állok 3 kisgyerekkel. De uram, hiszen önnek ingatlanai vannak. Hogyne? Az a kis ház, ahol lakom, mert keserősen megdolgoztam érte, és részletre vettem. Adjam el, ennyi sem maradjon utánam a gyerekeinek. Donna Mária, itt ez a fülbevaló, a feleségemé 5000 lirára becsülték. Ez csak egy? A másikat zálogba tettem. Na jó, hát hagyja csak itt. Majd megmutatom annak az illetőnek, talán elfogadja. Akkor 3,5 ezerre tartozom, és marad 1,5 ezer, azt majd levásárolom. Kérem, ha marad. Akkor megkaphat. Hogyne? Persze, természetesen. Holnap kapok egy kis borjúhúst. Félreteszek 1 kilót a javából. Holnap, köszönöm. Friss tojása nem volna szüksége? Hogyne? Jól jönne, tudja, gyerekek. Jó, hát holnapra szedlek azt is. Isten megáldja. Látom, amit látok, ám egy szép napon a rács mögött találjuk majd magunkat. Csak figyelem ezt a búcsújárás negedre eddig. Hányszor mondjam neked, hogy én az egészet csak szívességből teszem idehozzák, és én igazán csak néhány jó ismerős. Persze, a 2 szép szemünkért. Én nem keresek rajta semmit. Mit szól ehhez a kis brillhez? Szabad a párja? Nincs párja, az állóban van. Ki kellene vártani, hogy lássak egyformák a kövek? Ide tudja adni a cédulát? Erről elfeledkeztem. Mi is van? Hétfő! Csütörtökre megkapja. Ha majd kezükben lesz mind a kettő, meg tudjuk állapítani az értékét. De 4-5 ezerre csak megér. Mindegy, kiért. Ha! Az alsóba teszbe tette? Tessék, lát valamit? Na nem kis munka volt. Ide erre a sarokra 2 patentot vartam, hogyha szükségem van 1-2 kilóra csak egy mozdulat, és hogyha ide teszi a kedvét... Engedj, gyere! És hogy elkapul? Hagyjuk ezt el, úr, egyszer és mindenkorra! Bocsak, Sobert! Donna Mária, addig nem engedem el még! Nem bocsát meg! Pillanatnyi elmet avart, tudom, nincs semmi baj. Előfordul. Köszönöm. Donna Mária, köszönöm. Mit akarsz? Egy fejfokhagyma kellene a babba. Ha kell, akkor tegyél. De nincs! Kapni Vicenzánál! Este pedig elmegyek moziba! Ki tudja, miket gondol rólunk, ez talán. Kelj föl szépen. Addig kelj föl, amíg szépen mondom. Nem érted? Azt mondtam, föl! No, látsa. Akit szeret az Isten. Igen!
Bravo! Minden elismerésem a tiéd. Tudom, hogy nem vagy halott. Ebben egész biztos vagyok. És az ágyban tartjátok a dugárot. És mégse tartóztatlak. Mert szentségtörés hozzányúl egy halotthoz. De még sokkal nagyobb szentségtörés kezet emelni egy olyan élőre, mint amilyen te vagy. Mondom, nem tartóztatlak le, de adj elég tétel nekem. Hozd. Jár oda, nem? Igen, igen. Kötöttem egy kis üzletet azzal a motori két pappa. Ők kaptak még 400 000-et, én kaptam ezt a két sekélységet. Testvérek között is megint 3,5 milliót. Hát ezek nagyon szép. Nagyon kell vigyázni. Akkor ez a két kő az enyém. Ezzel hamar megosztatunk. Nekünk nem osztozkodnunk kell, hanem egyesíteni. Az enyémet, a magáról. Ilyen csodaszép. Én tisztelem és becsülöm magát, ezt nagyon jól tudja, és szimpatikus is nekem. Én nem vagyok közömbös magával szemben, sőt. Ne nézzen rám ilyen epekedve, mert ilyenkor legszívesebben felpofoznám magam, mert én is csak tudnám, hogy miért. Ide figyelj! Mi üzlettársak vagyunk. Maga autóban járja a vidéket, én hiton kereskedik is. Én nekem nagy bánom. És fiam, és Gennaro! Gennaro úrról, több mint egy éve nem tudunk semmit. Nem akarom az ördögöt a farra testen. Ez a folytonos bombázás, ugye? Hát mennyi kell legyen benne? Lehet, hogy elvédik a németek a front mögé. Rögtszállom meg mindenfelé. Csak rögködnek a golyók. Eltéved egy ilyen golyó vagy repesz. Hát sajnos azt kell hinnem, hogy Gennaro meghalt. És akkor ez? Gennaronak van címedve, 3 napja kaptuk. Aki ezt írta, együtt volt vele mostanáig. Gennaro adta meg neki a nápolyi címét, vagyis él. Él és meg fog jönni. Persze, persze, és maga ennek örül. Nem, sem örülni, sem bánkódni nem fogok. Kezdődik előről. Miféle üzletelés folyik itt? Azt nem bánom. Ezt nem tűröm. Hát igen. Igen. Na, észre legyen, Eri úr! Itt? Most? Mitől fél? De mindenkitől. Mindenki fontos. Én sem vagyok. Te minden! Segítsen! Egy kuplet kérek! Letároznak kérem! Letárban kételjön! Mi szintén a születtel? Vessük alá látkenni a szomszédba! Ha nagyon kérem kávét lehet a szomszédba kapni, tonna pécs etelnek, hogy mindig itt kérem a viszontlátásra! Te ostoba liba, te komolyan elhitted, hogy elvisz magával Amerikába? Hát tényleg, hát mi másért? Egyenes a te kedvedért jött ide Amerikába, nem az én szerencsétlenségem lejött ide, mit törődni vele? Maga is jobban kinyithatta volna a szemét, most már hiába kiabál. Ezen már úgyse tud változtatni. Te! Mit mondom? Azt akarod mondani? Később tudta lenni, asszonyom. Akkor este nyitotta volna ki a szemét, amikor először kimaradtam a barátnőimmel. De akkor direkt örült, hogy tiszta a levegő, hogy nyugodtan szórakozhat.
mert magának csak az üzletezés, a pénz. Hogy is kívánhattam volna, hogy velem törődjön. Ki törődött volna akkor csodaszéppel? Talán én? Te béka! Én megmondtam neked, hogy csodaszép meg én üzlettársak vagyunk. És különben is mi közöd hozzá. Kinek mi köze hozzá? De te! Beszélj! De mikor? Hol? Mi? Ott kapott meg az ágon! Akkor, amikor maga sétaszítál, és én? Akkor, amikor csodaszép! Az én házamban! A Miskolci Nemzeti Színház februári bemutatójából láttak részleteket. Eduardo de Filippo Milliomos Nápoly című színművének főszereplői Somló Ferenc, Zsolnai Júlia, Egerszegi Judit, Zubornyák Zoltán, Polgár Géza, Körtvési Zsolt és Dóci Péter. Az előadást Szűcs János rendezte.